Jó estét kívánok, hölgyeim és uram! Sok szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból a televízió képernyői előtt, hogy itt a Gemenc Hotel éttermében első ízben kerül megrendezésre a Szexárd Szépe szépségverseny. Reméljük, hogy a mai este folyamán nagyon sok izgalomban, örömben és természetesen szépségben lesz részük. Kívánunk Önöknek nagyon-nagyon jó szórakozást, hölgyeim és uraim! Kezdődjék az 1993-as Aliszka Szépe választás! Lehetne az a lányoknak annyit segíteni, tapsoljuk meg őket! Szervusztok lányok, jó estét kedves nézőink, jó estét kedves közönségünk. Itt az Aliszka Szépe verseny, első ízben jelentkezünk a Gemencálló étterméből a Szexárdi vasárnap szervezésében. Kezdem a végén. A nagy érdeklődésre való tekintettel, ha önök is úgy gondolják, újra találkozhatunk jövő tavasszal a Tolna megye Szépe versenyen. De mielőtt végleg elköszönnénk, azért válasszuk meg Aliszka Szépét a környék szép lányai közül. Egy nagy festőnk szerint a nő akkor szép igazán, ha boldog, és akkor boldog, ha szeretik. Szeressük, nagy tapssal köszöntsük tehát a felsorakozott ifjú lányokat, asszonyokat. A 27 versenyzőt három fordulóban értékeli a kedves zsűri. Bemutatom a zsűri tagjait. A zsűri elnöke Miskolci Miklós író, a Kiskegyet főszerkesztője. Balról jobbra, hogyha a lányoktól jól látom, Farkas Jenő, a Favorit Kft. Ügyvezető igazgatója. Schubert Éva a színművésznő. Kapfinger András, a Szexárdi vasárnap szerkesztője. Azt hiszem most elég, ha csak annyit mondok, Lányi Péter. Kolozsi Ágnes, az Állami Népi Együttes tagja, a Eurosport Szépe 93-ban. És végül, de nem utolsó sorban, Kocsis Imre Antal, Szexárd város polgármestere. Sportruházatban íme a teljes hölgykoszorú. Estéiben már csak 15-en térhetnek vissza a nézők, a közönség, és természetesen a zsűri elé, még a fürdőruhás döntőre csupán 10 maradnak a lányok, asszonyok. Éjfél tájban tudhatjuk meg, kinek a fejére kerül a korona, kik kapják az értékes díjakat, köztük a közönségdíjat s a többi ajándékokat. Bemutatom a verseny rendezőjét, Matókné Kapási Júliát.
Köszöntöm estünk állandó közreműködőit, Pece Istvánt és Szili Lajost, a Swing Együttest. Szeretettel bemutatom segítőtársamat, remélem megérkezik, Strix Szilviát. Én pedig a verseny szóvivője volnék, Ördög Bertalan. Kérem, érezzék jól magukat, lányok, nektek pedig köszönjük a bevonulást, és kezdhetjük a játékot, versenyt, no majd meglátjuk. Az egyes rajtszámmal Bordás Krisztinát köszönhetjük. Pestre jár egy manöken képző tanfolyamra. 18 éves. Fodrászként végzett, jelenleg nincs munkája sajnos. Beiratkozott egy számítógépes tanfolyamra, és mellette szeretné tanulni az angol nyelvet. Mindig vonzották a szép vagy a szépséggel kapcsolatos dolgok. A nővére biztatására nevezett a versenyre. Magassága 175 cm, testsúlya 55 kg, mellbősége 90, csípőbősége 70 cm. Parancsolj! Sorszámmal Dajka Marian. Ő ápolónőként dolgozik a Szekszárdi kórházban. A munkához szükséges képesítést a helyi egészségügyi szakközépiskolában szerezte, harmadik éve dolgozik ebben a munkakörben. Dajka Marian 21 éves, szekszárdi hölgy, a kollégák javaslatára nevezett a versenyre. Szabad idejében szívesen olvas, nem nyüzsgő típus. Érdekli a divat, szereti a szépet. Magassága 168 cm, testsúlya 57 kg, mellbősége 87 cm, csípőbősége 97 cm. Parancsolj! Hármassal Csehák Andrea. Csehák Andrea a sógornője biztatására jelentkezett a szépségversenyre. A versenyt egyszeri megmérettetésnek gondolja, nincsenek további tervei ezzel kapcsolatosan. Szabad idejében szívesen olvas egy-egy jó könyvet, kedvenc időtöltése még a zenehallgatás. A 19 éves Andrea egy szekszárdi Kft-nél varónőként dolgozik. Parancsolj! Thank you.
Négyes sorszámmal Harmat Erzsébetet tapsolhatjuk meg. Ő 19 esztendős szekszárdi lány, a Bonyhádi Petőfi Gimnázium tanulója. Szívesen jár moziba, de minden érdekli, ami a világban körülötte történik. Budapesten elvégzett egy manokén képző tanfolyamot, ezt a versenyt folytatásnak szánja. A későbbiekben is szeretné magát kipróbálni ezen a pályán, tervei között szerepel a továbbtanulás is. Parancsolj! Köszönöm, a sortot irigyeljük tőletek a legjobban. Ötös sorszámmal Verőcejéni Dávid Tünde. Szekszárdi fiatalasszony, a polgármesteri hivatal alkalmazottja. Gratulálok, Kocsis úr! A férje nevezte be a versenyre. A varázs kedvenc időtöltései közé tartozik, szívesen dolgozik egy-egy régi fazon átalakításán, felújításán. A szépség szakmával kapcsolatos tervei nincsenek, viszont szívesen betöltene egy varrónői állást valahol a városban. Nem gratulálok, Kocsis úr. Tünde egyébként 19 éves. Parancsol! Hatos sorszámmal Kántás Brigittát tapsolhatjuk meg. A 17 éves szekszárdi lány, a Garai Gimnázium negyedikes tanulója. Imádja a néptáncot, mégpedig minden mennyiségben. Már 10 éve él ennek a kedvtelésnek. Mindemellett legfontosabb számára a tanulás, hiszen jövőre előtte az érettségi és a továbbtanulás meg annyi gondjában. A versenyre a nagyszülei is bíztatták. Parancsolj! Hetessel Gálné Lackó Ildikó érkezik. Jelenleg otthon van Gyeden, mármint úgy egyébként, ha nincs itt. Két hónapos kislány anyukája. Korábban postai alkalmazottként dolgozott, Szekszárdon él, 24 esztendős. Bár minden idejét leköti a kislány, azért szívesen olvas vagy hallgat zenét. Úgy érzi, túl sok időt töltött otthon. Ez alatt, az idő alatt egy kicsit elvesztette az önbizalmát, ezért pont jókor jött ez a verseny. Egy kis szórakozásnak, kikapcsolódásnak szánta a versenyen való indulást. Parancsolj! Nyolcassal Borza Krisztina és a taps. A 19 éves Borza Krisztina az egészségügyi szakközépiskolában tanult, szeptember óta egy magárendelőben asszisztensként dolgozik. Szívesen művel mindent, ami szórakoztatja, a versenyre is ezért nevezett be, mert mindenki számára nyitott, így élt is a lehetőséggel. Munka mellett szeretné magát továbbképezni a tolnai színeket képviselő kislány-nagylány. Kilencessel Hegedűs Éva a pódiumon. Szekszárdon született, hosszú évekig élt a városban, néhány éve azonban Tengeliszre költöztek, de azóta is kötődik Szekszárdhoz. Gyors és gépírói képesítést szerzett. Szabad idejében szívesen olvas, nagyon szeret zenét hallgatni, táncolni.
A 17 éves Tengelici Hegedűs Éva egy KFT-nél gépírónő jelenleg. Parancsolj! Tízessel Berec Ágota. Ő a Szekszárdi Kolping iskolában tanul. Jól érzi magát baráti társaságban, szívesen tölti szabadidejét olvasással. Szívesen segít be otthon a konyhai munkába is. A versenyre a család biztatására jelentkezett. A 17 éves Ágota a későbbiekben fodrászmodellként szeretne dolgozni. Parancsolj! Egyessel kezdte Jorsolya a pódiumon. Az első vastags. Ő idén érettségizett a Szekszárdi Garai Gimnáziumban. Egy sikertelen felvételi vizsga után várja a következő évet, hogy ismét megpróbálja a felvételi. Addig az édesanyja által vezetett vállalkozásban segít be. Őt is megfertőzte a néptánc, nagyon szereti és szívesen sportol is. A 18 éves Keszthelyi Orsolya magassága 168 cm. A többi adatát majd később, biztos találkozunk vele. Tizenkettessel Radó Szilviát köszönhetjük. Ő az Aliszka Szépe versennyel egy időben egy másik, szélesebb körben meghirdetett versenyre is nevezett. Egyelőre a helyi vendéglátóipari szakközépiskolában tanul. Radó Szilvia 17 éves, szüleivel és húgával Szekszárdon él. Az ő biztatásukra jelentkezett a versenyre, szabadidőben szívesen úszik. Mezei Judit. Ő a kereskedelmi szakmunkás képzőben végzett. Szeret moziba járni, szívesen olvas vagy úszik. A család és a barátnők agitálására jelentkezett a versenyre, amit úgy tekint, hogy a mai estére megvan az elfoglaltság. A folytatással kapcsolatban komoly tervei nincsenek. A bemutatkozó hölgy, a 17 éves szekszárdi Mezei Judit, a Bajai Közgazdasági Szakközépiskolában tanul esti tagozaton. Parancsolj! Zolai Andrea. Ő az anyu biztatására jelentkezett a versenyre, 16 esztendős ifjú szekszárdi lány. Szeret szórakozni, zenét hallgatni, és ehhez kapcsolódóan táncolni is. Jelentkezett manökenképző tanfolyamra. Andrea nagyon ügyesen mozog a konyhában, és több ehető étel is kikerült már a keze közül, mesélte édesanyja. Parancsolj! Tizenötössel Egri Margit. Margit idén érettségizett a Tolnai Gimnázium textilipari tagozatán.
nagyon szereti a sportot, ezért is jelentkezett a szekszárdi tanárképző főiskola testnevelés tagozatára, ahová sajnos nem vették fel. Munkába állt a Tolnai Mobil Kft-nél titkárnő. A bátyja és a szülei biztatására nevezett a versenyre Egri Margit, 18 éves tolnai hölgy. A 16-os sorszám Nagy Edináé. A 17 éves tolnai lányt a versenyre a volt barátja édesanyja nevezte be, Nolám. A szekszárdi kereskedelmi szakmunkásképző iskola tanulója ő. Műszaki cikk eladó szakmában tanul. A későbbiekben is szeretne megmaradni tanult szakmájánál. A versenyt egy jó bulinak tartja, kis kitérőnek, ami színesíti a hétköznapokat. Úgy legyen! Sorszám Tolnai Lindáé. Ő véletlenül csöppent a jelentkezők közé, 18 esztendős, idén érettségizett a Tolnai Gimnáziumban. Szabad idejében szívesen olvas, Linda tervei között csak a tanulás szerepel. Sok sikert! Sorszámmal illésével. Ő a család beleegyezésével jelentkezett a versenyre. 25 éves szekszárdi hölgy. Egy éves kisfia gondozása sok időt elvesz tőle. Ha marad egy kis szabadidő, szívesen táncol. Külkereskedelmi bonyolítóként dolgozik a Gemenc Plast RT-nél. A későbbiekben szeretne részt venni egy manöken vagy divattervező képzésen. Szereti a versenyt, a kihívást, a küzdelmet. Ez inspirálta, amikor úgy határozott, hogy nevez a versenyre. Sportöltözete, szponzora a szekszárdi Adidas cég. Kilencessel Kreinker Anita. Ő a Gabriel Taxi Dispatchere. Ez a foglalkozás elég messze áll a tanult szakmájától, ugyanis cipő felső rész készítőként végzett. Kreinker Anita 21 éves. Szabad idejében szívesen olvas. Bár a nagymamakortól még messze áll, főleg kötni szeret. A versenyen édesanyja biztatására indult el. Kuszassal Ködmön Mónika érkezik. Ő az anyu és a barátok biztatására jelentkezett a versenyre. 19 éves szekszárdi lány. A férfi-női fodrászként dolgozó Mónika szívesen hallgat zenét, ehhez kapcsolódóan nagyon szeret táncolni. A versenyt nem veszi véresen komolyan, felkérésre szívesen dolgozna fotómodellként. Egyesel Bence Lídia a színpadon, elnézést.
A Mözsi szép lányokat Lídia képviseli a versenyen, Szekszárdon dolgozik bolti eladóként. A munkához szükséges képesítést egy tanfolyamon szerezte. Ismerősök biztatására indult a versenyen. Nagyon szeret táncolni, és minden vágya, hogy fotomodell legyen. Serbán Edit a színen. A Bonyhádi közgazdaságiban végzett. Érettségi után döntött úgy, hogy kozmetikus lesz. Szekszárdon tanulja. Serbán Edit szekszárdi, imád táncolni, és ami a szakmához is kapcsolódik, egy-egy jó sminket elkészíteni. A versenyt ő is egy jó bulinak tartja, mondotta, úgy gondolja, hogy kellemes emlékei közé sorolhatja majd, amiről nyugdíjas korában boldogan mesélhet leendő gyermekeinek, unokáinak. Erre azonban még várhat egy kicsit. Mindössze 20 esztendős. Hármassal Szajki Noémit tapsolhatjuk meg. Aki a virágot szereti, ugye rossz ember nem lehet, tartja a mondás. Szajki Noémi 17 éves szekszárdi lány, úgy tűnik közéjük tartozik. Mielőtt elkezdte a Garai Gimnáziumban a tanulást, villányban képezte magát, virágkötő lett. A honvágy hazahozta, a virágok szeretete azonban megmaradt. Egyszer talán ismét sikerül közel kerülnie hozzájuk. Bár a kozmetikusi pálya sem áll messze tőle, s barátja és édesanyja bátorítása nélkül egyel kevesebb induló lenne itt ma este. Lóner Tímea érkezik. Ő 17 esztendős szekszárdi diáklány. A Palánki Csapó Dániel mezőgazdasági szakközépiskola tanulója. Szabad idejében szívesen sportol, ezen belül is az úszás a kedvence. Hogy miért jelentkezett a versenyre? Tímea mosolyogva így válaszolt. Hárman vagyunk barátnők, mindhárman jelentkeztünk. Közös megbeszélés alapján döntöttünk úgy, hogy indulunk a versenyen. No. Gult Katalin. Szeptembertől munkába állt, kezdte a bemutatkozását Gult Katalin, 18 esztendős tolnai lány. Az idén végzett a helyi gimnáziumban, nagyon szereti a gyerekeket, de más területen hasznosítja magát. Egy autóbaleset után sajnálatosan elvesztette az önbizalmát. Reméli, ez a verseny segít majd abban, hogy a baleset okozta gátlásait leküzdje. Már korábban is vonzódott a szépség szakmához. Egy-két éven belül szeretne végleg Budapestre költözni, talán ott nagyobb lehetősége nyílik arra, hogy ennek a kedvtelésének éljen. Málinger Ivett a színen. Málinger Ivett 16 éves szekszárdi diáklány. Az 505-ös szakmunkás képző intézet és szakközépiskola tanulója. Második éve tanulja a fodrász szakmát. Kedvenc időtöltése az olvasás.
Az iskola elvégzése után a szépség szakmában szeretné magát tovább képezni. Szekszárdon él és tanul. Hetessel utolsóként a sorban Nagy Krisztinát láthatjuk. Nagy Krisztina 17 éves szekszárdi diáklány. A vendéglátóipari szakközépiskola és szakmunkásképző intézetben felszolgáló szakmában tanul. Hobbija a nem éppen női sport, a motorozás. Az iskola befejezése után stabilnak elsősorban a tanult szakmáját tartja. A verseny csak kitérőnek tekinti hazai környezetben. Tisztelt nézőink, kedves közönségünk! Megvan a szépségnek az a kiváltsága, hogy a kedélyeket összebékítse, s a szíveket magához vonja. Nyitott szívvel, szeretettel mi is úgy viszonyuljunk ehhez az estéhez, ami valójában egy szép komoly játék, de játék és nem több annál. Jó szórakozást kívánok tehát a további estéhez, most pedig a zsűrit megkérem, tanácskozzon. Addig mindenkinek egy kis szusszanásnyi szabadidő. A második fordulóba a következő sorszám gazdái jutottak. 1-es, 6-os, 9-es, 11-es, 12-es, 13-as, 14-es, 15-ös, 16-os, 21-es, 22-es, 23-as, 25-ös, 26-os, és 27-es. Kedves nézőink, nagy az izgalom és a készülődés itt fönt a smink szobában. Azt a 15 lányt sminkelik, szépítik, dekorálják, öltöztetik, akik tovább jutottak a második fordulóra. Hát kérdezzem meg, számítottál erre? Hát, hogy őszinte legyek, végül is igen. Mi lesz most a feladatotok?
Hát most estei ruhába kell végigvonulnunk, ami szerintem az estek a fénypontja, hiszen nagyon-nagyon kevés ritka alkalom van arra, hogy ilyen fiatal lányok ilyen estei ruhába föltöznek, de remélem egyre többször lesz. Szerinted befolyásolja a viselkedését az embernek, hogy milyen ruha van rajta? Hát szerintem igen, mert mondjuk egy sortos öltözetben a lezserebb stílus, de egy estei ruhában azért a báj a fontosabb szerintem. És ilyenkor másképp kell menni, mosolyogni? Hát igen, nem sokkal, de végül is másképp kell viselkedni, igen, a lényeg azért más. Megkérdeztem, hogy te miért neveztél be buliból, hogy felfedezzenek, vagy miért? Hát semmiképpen nem azért, hogy felfedezz, ez egy buli volt végül is, egy játéknak tekintem, egy programnak, egy hétvégi programnak, nem? És hogyha véletlenül most kiesnél, vagy tovább jutnál, gondolom, hogy a második lenne a jobb, mit fogsz érezni? Mind a két esetben mondjál valamit. Hát, hogyha kiesem, akkor nem fogok sírni, nem, szóval nem fogok elkeseredni, hiszen végül is valamit azért, végül is tanultam ezzel. Ha pedig tovább jutok, akkor meg nagyon fogok örülni. Hát akkor további sok sikert kívánunk. Akkor nézzünk most valaki mást itt, aki készül. Itt is készül, neked gyönyörű smink készül. Ehhez az esti ruhához készül, gondolom. Igen. Mire kell ilyenkor figyelni? Hát mindenképpen arra, hogy természetes legyen, hogy ő magát tudja adni, és ne a sminkemet vegyék észre, hanem ő legyen szép ettől. Köszönöm szépen, akkor neked is további sok sikert. Most keresünk valakit, akinek egy frizura készül. Itt egy gyönyörű frizura. Milyen frizura lesz ebből? Hát azt hiszem, hogy a 60-as évek divatja jön be az öltözködésbe, és egy estélyi frizura készül. A 60-as évek kicsikét a kontyos, lógos frizurája, féloldalas. Befolyásolt téged a ruha, az egyéniség? Igen, természetesen. A ruha, az egyéniség és a hajhoz. Azt hiszem, egy annyira hosszú hajjal dolgozok, hogy szóval ez nagyon nehéz megcsinálni, feltűzve, leengedve, legyen göndör benne. Szóval a 60-as évek az olyan, hogy mindent megengedett magának, és azt hiszem, hogy Ildikó, egy csipeszt vagy csatot kérünk szépen. Hát reméljük, hogy a közönségnek is majd, vagy a zsűrinek, főleg a zsűrinek tetszeni fog majd. Akkor nézzünk meg egy harmadik hölgyet. Itt a lakkok közepette, a sminkek közepette, finom illatok vannak, parfümillatok és spréillatok, és itt készül újra egy hölgy. Ő neki milyen smink készül? Alkalmas sminkje lesz, mert alkalmas ruhát vettek föl, és abban mutatják be. Nagyon meg kellett változtatni az első után a sminket? Ez nagy munka most? Hát csak korrigálni kell. Uh-huh. Tehát más szint nem kap, vagy? A szájára teszek más szint, de a többi az marad ugyanaz. Uh-huh. Te hogy érzed magad? Hát izgulok. Így félig sminkben? Hát igen, szerintem mint mindenki, úgy én is izgulok. Még ilyenen nem vettem részt. Mi volt a legnehezebb az első körben? Hát szerintem egyedül kimenni és végigvonulni ott mindenki előtt, ez nagyon fura. Én úgy tudom, hogy te előbb is kijöttél, nem? Hát igen, azt hittem, hogy akkor kell, nem tudtam pontosan. De szerintem ezért felfigyeltek rád, nem gondolod? Hát igen, lehet jól tettem, hogy kijöttem. Mire számítasz? Nem tudom, nem mondok előre semmit, nem. Aha, babonás vagy esetleg? Igen, az vagyok. Nincsen kabalád? De van, de otthon van. És akkor hadd kérdezzem meg végül. Ja, mondjad? De itt a család is, az jó. Ők szorítanak neked, gondolom. Hát, igen. Hadd kérdezzem meg végül, hogy szerinted mi az, amire a zsűri figyel? Hát szerintem minél természetesebb a lány, jó a mozgása, figyel az arcára, tehát nem olyan merev, de hát szerintem mindenki elég izgó, úgyhogy nem igazán jön össze a dolog. Nehéz mosolyogni, mert remeg ilyenkor az ember arca, a szája, de szerintem minél természetesebb egy lány, annál jobb. Köszönöm szépen akkor a beszélgetést, és mindenkinek további jó készülődést kívánunk. Jó estét, kedves nézőink, jó estét, kedves közönségünk, itt az Aliszka szépe verseny, a második forduló következik. Lányok, mindenki készen áll? Rajta! Egyes orszámmal Bordás Krisztina. De szép van. Krisztina magassága 175 cm, testsúlya 55 kg, melbősége 90, csípőbősége 70 cm. Elárulom, hogy az előbb megfettek, amire elkezdtem ezeket az adatokat mondani, de most már hiába fennének is meg, nem titkolom el. Hatos sorszámmal Kántás Brigitta.
magassága 172 cm, test súlya 54 kg, mellbősége 86 cm, csípőbősége 94 cm. Kilences sorszámmal Hegedűs Évát látjuk. Magassága 176 cm, testsúlya 59 kg, mellbősége 90, csípőbősége 97 cm. Ugye, kedves férfi társaim, ezek a számok mennyiben különböznek egy vízállás jelentésnél? Egyessel kezdte Jorsolya. Magassága 168 centi, testsúlya 49 kiló, mellbősége, csípőbősége egyaránt 92 cm. Radó Szilvia színen. Magassága 165 cm, testsúlya 46 kg, mellbősége 91, csípőbősége 90. Vajon milyen szerencsét hoz neki ez a sorszám? Magassága 172, testsúlya 60 kg, mellbősége 90, csípőbősége 97 cm. Négyessel Mozolai Andrea. Ófehérben 171 centi magasan, 54 kilósan, 88-as mell és 60-as derékbősége. Ötössel Egri Margit a színpadon. Magassága 170 cm, testsúlya 53 kg, mellbősége 95, csípőbősége 91 cm. Két úr, aki sorszám nélkül érkezik, a szőnyeget fogja megigazítani. Köszönjük szépen! Ez legalább olyan fontos. 16-ossal Nagy Edinát tapsolhatjuk meg. Nagy Edina magassága 167 cm, testsúlya 50 kg, mellbősége 85 cm, csípőbősége 95 cm.
21-es sorszám, Bece Lídia. Magassága 162 cm, testsúlya 46 kg, mellbősége 76, csípőbősége 87 cm. Serbán Edit érkezik. Magassága 166 cm, testsúlya 45 kg, mellbősége, csípőbősége egyaránt 85 cm. Hármassal Szajki Noémi a színpadon. 166 cm magas, 50 kg, mellbősége 82, csípőbősége 92 cm. Ötössel Gult Katalin érkezik. Magassága 168 cm, testsúlya 50 kg, mellbősége 88, csípőbősége 94 cm. Málinger Ivett. Ivett magassága 174 cm, testsúlya 58 kg, mellbősége 91, csípőbősége 96 cm. Nagy Krisztina. Kriszti 175 cm magas, 60 kilós, mellbősége 93, csípőbősége ugyanannyi. És a többiek. A 15 lány újra együtt a színen. Ez a vastaps, ez az igazi. Thank you.
igazán szépek vagytok. Várunk vissza benneteket. Kedves nézőink, kedves közönségünk, a zsűri egyelőre még gondolkodik. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy az... Sok szeretettel köszöntöm a pódiumon, a színpadon Schubert Tévát, bocsánat a mikrofonért. Kezdi csókolom. Kezdi csókolom. Szerettem volna kérdezni valamit, talán így is tudunk beszélgetni? Költözni a gyerekek. Na most ez hogy... Ne higgyük el! Gyerekek, ez itt nem akar megállni. Ez én magasságomban mondjuk. És szól is? Tessék mondani. Hú-hú! Szól. Szól? Tökéletes. Szól? Halan? Igen. Mit akart kérdezni? Bátran. Azt szerettem volna csak kérdezni, de én állandóan gerjedek ezekkel a hangfalakkal. Bocsánat, hogy hátat fordítok. Tehát, hogy érzi magát Szekszárdon? Ez a kérdés nem ér váratlanul, mert már az előbb a közönség soraiból egy kedves hölgy kérdezte, és én nem azért, hogy most hízelegjek, mert ez szokás, ilyenkor azt mondja, hogy jaj, de jó, jó Magyarországon minden szép, minden. Én tényleg Szekszárdot nagyon szeretem, ezt elmondtam most Miskolcon is, onnan jövök, és megmondtam, hogy Miskolcot utálom. A színészeket szeretem ott is, de Miskolcot utálom. Az ön szeretetét mi is szeretettel szeretnénk viszonozni. Nagyon köszönjük, hogy eljött. Nagyon szívesen jövök ide mindig. Kedves nézőink, kedves közönségünk, Szilviát kérem meg, hogy a második forduló eredményét ismertesse. Akkor mondanám a tovább jutottak számát. Egyes. 6-os, 9-es, 11-es, 15-ös, tizenhatos, 22-es, 23-as, 25-ös, 26-os. Kérem, ne hagyjuk abba most a tapsot. Nem érdemlik meg a csendet. Lányok, gratulálunk mindannyiótoknak. Köszönjük szépen. De a közönséget kérem, hogy most tapsoljon meg, jó? Aztán majd mondom, hogy mit akarok. Nehogy rögtön kimenjetek. Ma már egyszer mondtam, hogy a nő akkor szép igazán, ha boldog, és akkor boldog, ha szereti. Szeressük, ugye? És nagy tapsal köszöntsük valamennyi lány. Azok is, akik tovább jutottak a döntőbe, és azok is, akik nem.
csapat, Kordás Krisztina, Kántás Brigitta, Hegedűs Éva, Keszthelyi Orsolya, Egri Margit, Nagy Edina, Serbán Edit, Szajki Noémi, Gult Katalin és Málinger Ivet. Közönségünk, tapsoljanak, mert annyit megígérhetek, a lányok csak addig maradnak bent, így fürdőruhában, ameddig önök tapsolnak. Mihelyt abba hagyják a tapsot, de én addig nem is folytatom. Vastaps. Na most ha azt kérdezem, hogy rendezzünk-e Tolna megye szépe verseny tavasszal, tudnak-e erősíteni a tapsot? Én úgy hallom, hogy lesz Tolna megye szépe verseny tavasszal. Csúnyák volnátok, akkor is irigylésre méltóan szépek és fiatalok vagytok, no, de hát csodálatosak vagytok. Kedves közönségünk, most láttuk a lányokat, utoljára, de ezek a lányok köröznek, jönnek megint. Káprázatos. Sok mindent lehetne ilyenkor mondani, de azt hiszem, hogy a fő lényeg az, hogy jó érzés a szexárdinak lenni itt. Thank you.
kedves nézőink, kedves közönségünk! A tizedik díjat egy 22 karátos arannyal bevont divatékszer kollekciót, pontosabban két kollekciót. Vajon ki kapja? Ez a díj az angol divatékszer, divatkereskedés, angol divatékszer, Angliában tervezték, nikkelmentes eljárással készült bőrbarát ékszerekről van szó. A kollekció minden darabjára 5 év garancia van. Ezt kapja a tizedik helyezett, és a mind a 10 döntőbe jutott hölgy természetesen, ahogy mondtam, ezt a fürdőruhát is hazaviheti az olimpia sportbolt ajándékaként. Nos, tehát akkor ki lett a verseny tizedik helyezettje? Az a hölgy, aki a 23-as számot tartja a kezében, Szajki Noémi. A szponzort kérem a színpadra. Akkor légy szíves, te add át. Gratulálunk. A 9. díj ugyancsak az angolt KFT ajándéka. 9. helyezett. A 26-os számú hölgy, Málinger Ivett. Málinger Ivettet kérem a színpadra. A 8. díj ugyancsak az angolt KFT ajándéka. Kapja a 15-ös számú hölgy, Egri Margit. A 7. díjat a Hotel Aliszka Szekszárd ajánlotta föl. Kérem Hohmann Ferenc ügyvezető igazgató urat a színpadra. És így a 7. helyezett Nagy Edina, aki 16-os. Kérjük Nagy Edinát a színpadra. A díj 4000 forint értékben, vendégül látja a cég a díjazottat az Aliszka Hotelban. Gratulálunk! A 6. díjat a Kleres Modell képviseletében Nyirati Gertrud adja át. A díj 5000 forint értékben, vásárlási lehetőség a Kleres Szekszárdi üzletében. Kapja a 6. helyezett, vagyis a 22-es hölgy, Serbán Edit. Az 5. díj felajánlója a Szekszárdi Mezőgazdasági Részvénytársaság, a díjátadó Csillag Sándor vezérigazgató helyettes. Köszöntjük a színpadon. A díj még egy Gabriella Sabatini kozmetikumokat tartalmazó virágkosár. 10.000 forint értékben. Az 5. helyezett pedig a 9-es számú hölgy, Hegedűs Éva. A 4. díj következik, ennek felajánlója a Sárszeg Áfész Szekszárdi Skála. A díj 10.000 forint értékű vásárlási utalvány, egy éves időtartamra a nyertes, a Skála házi asszonya lesz. A 4. díjat Vanya György, a Sárszeg Áfész kereskedelmi igazgatója adja át. A díjazott pedig a 25-ös számú hölgy, Gulyt Katalin. Köszöntjük a 4. helyezettet, a Szekszárdi Skála házi asszonyát. Hát innen keményedik a helyzet. Most, ha egy kicsit gangster akarnék lenni, akkor azt mondom, hogy a swing együttes muzikáljon egy kicsit. Jó, nem teszünk ilyet.
közönség szava parancs. De az első három helyezett előtt mindjárt lesz minden szalag. Miklós, te nem mondtad meg nekem, hogy ki lett az első, meg nem mondom meg, hogy hol a szalag. Meg. A közönségdíj átadása következik most. Kovács Éva keramikus alkotása, a díjfelajánló Szekszárdváros önkormányzata. Az első helyezett a Szekszárdi Vasárnap olvasóinak szavazatai alapján Szajki Noémi lett. A díj átadására kérem Kocsis Imre alpolgármester urat. Kedves nézőink, kedves közönségünk, most már csak két második, meg egy első van hátra, ugye Miklós? A harmadik helyezett a Szekszárdi Vasárnap szerkesztősége által felajánlott kétszemélyes görögországi utazást nyerte. A díj értéke 24 ezer forint. A hozzájáró gyönyörű csokrot pedig Takács János tolnai virágkertész ajánlotta fel. A díjátadó Takács Zsuzsa, a Szekszárdi Vasárnap főszerkesztője. Az a kis koszorú lesz, ugye? És itt a szalag, amit kértél, Miklós. A harmadik díj nyertese... Bordás Krisztina. Bordás Krisztina. A második díjat az Elextra Kft. És a Samsung Márka Centrum, amely részben vagy teljes egészében ugyanaz, ajánlotta fel. Kérem a színpadra Budavári Miklós ügyvezető igazgató urat. Kedves, jaj, azt hittem, ja, ez talán a második díj, ugye ez a Samsung? Adom neked a mikrofont. A második díj felajánlójának már erre is van joga. Parancsolj! Köszönöm szépen, megbeszéltük előre, hogy rövid időre megpróbálom magamhoz ragadni a mikrofont, és egy pár kötetlen szót, ha szabad elmondanom. Nagyon érdekes módon messziről kezdem. A krokodil számára a világ legszebb teremtménye, a másik krokodil, és azt hiszem, hogy teljesen logikus, ha ember számára esztétikai élményt jelent a másik ember, ez így normális. Mégis valahogy néhány tíz éven keresztül ez tiltott gyümölcs volt, vagy szokatlan, és én nagyon örülök annak, hogy a nemzeti vagyonunknak ez az eddig titkolt része most újból felértékelésre kerül, hiszen irigylésre méltóak vagyunk mi magyar férfiak, azt hiszem külföldön, belföldön. Szeretném azt is elmondani, hogy tisztelegni szeretnék most nem csak azoknak a hölgyeknek, nem csak azoknak, azon hölgyek előtt, akik itt vannak, hanem megérdemlik sok-sok első helyezettek talán otthon a tévé előtt, mindazt a megbecsülést, amelyet nem is csak a mostani fiatalok, hanem az előző fiatalok, az esztán levő, most még nagyon fiatalok is minnyáján megérdemelnek, kislányok, nagymamák. Szóval azok a nők, akik könnyebbé teszik az életünket eddig, most és ezután. Mégis akik itt vannak, azok még többek, hiszen kétfajta ember van szerintem, az egyik az teremti a divatot, ő különc, bohém, extravagáns, talán őrült is, azt szerint, hogy mi ennek ítéljük meg, de egy biztos, a saját útját járja. És van a tömeg, aki követi a divatot, ők az, akik az utánzók, és tulajdonképpen nekik van könnyebb dolguk, hiszen ők már az átlaghoz sorolva védettebbek. Az itt lévő lányok, azok sebezhetőbbek, bánthatóbbak, ők mégis vállalták ezt, és ez az ő pluszuk, hogy ők nem csak a külsejüket hozták ide, hisz ezt a versenyt sok-sok verseny fogja, remélem, szívből remélem, sok verseny fogja követni. Ők voltak azok az úttörők, akik a bátorságukkal példát mutattak, tulajdonképpen a kritikák ösztüzét vállalva, és hagy erősítse meg a lelküket azzal. A kritika az nem mindig annak a bizonyítványa, akit kritizálnak, gyakran annak a bizonyítványa, aki kritizál. Ez meg fogja védeni őket, hogyha megjegyzik. Nagyon sok sikert kívánok a hölgyeknek tovább.
És mint hogy a Samsung Márka Centrum, illetve az Electra Kft. Az valóban ugyanaz, kívánom, hogy a sikerük legyen lendületes és töretlen, mint a Samsung magyarországi eddigi fejlődése. Irányítsa őket akkor a siker, mint amilyen jól fogja irányítani a távirányító ezt a tévét, és további párhuzamok helyett a reklámot félretéve valóban kívánom, hogy ami most csak néhány százunknak jutott ezen a helyszínen, legközelebb egy nagyon nagyobb helyszínen már még több embernek legyen ragyogó élmény, hisz kiváló volt a házigazda, tündériek voltak a lányok, és azt hiszem, hogy az itt szurkoló közönség arcát nézve is mindenkinek élmény volt itt lenni. Én köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm minden résztvevőnek is. Miklós, nagyon szépen köszönjük. Ez igazi érték és egy csokor virág pluszban a Samsung mellé. A második díjat pedig kapja. Ezzel azt is kimondom tulajdonképpen, hogy ki az első. De a második helyezett Keszthelyi Orsolya. A második díj pedig egy Samsung színes televízió. Kedves nézőink, kedves közönségünk, ilyen dolog nem tudtuk eltitkolni, ugye? Kimondtuk a másodikat, és tudjuk, hogy ki az első. Természetesen kimondjuk, de kezdem talán azzal, hogy az első díj a Center Tours utazási iroda és a Neckerma magyarországi képviselet által fölajánlott út, egy fő részvétele egy hetes társasutazáson a Kanári-szigeteken december első felében, nem is oly sokára, mindösszesen 76 ezer forint értékben. Díját adó Kovács Zoltán, a Center Tours igazgatója, és Hermányi Attila, a Neckerman képviselője. Köszöntöm az urakat a színpadon. A koronát pedig, amely itt látható, amelyet egész nap rejtettek, a Bilux Kft., a Szekszárdi Aranybolt készített el, több tízezer forint értékű aranyozott ezüst teklagyöngyök díszítik a koronát, és nem vándor koronáról van szó. Mindehhez társul még az AB Egon általános biztosító RT Szekszárdi fiókjának ajándéka, amelyet Blaskovics István ad át. Ő küldte mindezt. Nos tehát, végül is, kedves nézőink, kedves közönségünk, a zsűri elnökének van szerencséje bejelenteni, hogy az Aliszka Szépe 93 verseny nagy tapssal köszöntött győztese, Kántás Brigitta. Gratulálunk! Kérem, ne hagyjuk abba a tapsot. Hát ez volt egy esténk együtt. 27 lányjal, meg annyi izgalommal, meg annyi fáradtsággal, meg annyi kínnal, keservel, szorongással, itt-ott talán könnyekkel is. Pece úr, hol van az a szignál? Olyan gyönyörű volt. Három királynője. Lányok, köszönjük, hogy eljöttetek mind a 27-eteknek. Gratulálunk mindannyiótoknak. És köszönjük azt, hogy megszülettetek.
kedves nézőink, kedves közönségünk! Önök az első Aliszka Szépe verseny résztvevői, részesei lehettek. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Őszintén reméljük, hogy jól érezték magukat. És ha önök is úgy gondolják, találkozunk 1994 tavaszán a Tolna megye Szépe versenyen. Most pedig jöhetnek a csókok, jöhet a taps, jöhet az ölelés, jöhet a fotó, jöhet minden, jöhet pezsgő, minden jöhet, ami az ünneplés szerves tartozéka. Jó szórakozást a továbbiakban, és jó éjszakát mindenkinek!